Jó egészséget kívánok mindenkinek, örülök, hogy ilyen el tudnak jönni, tudnak lenni. Tessék nyugodtan fogyasztani, és akkor fönn találkozunk majd a tiszteremben. Jó? Együtt leszünk a most ballagókkal,
Utána ők elmennek, akkor fogják végigjárni az osztályokat, mi ott maradhatunk egy kicsit beszélgetni. 2:30-tól van gyülekező a Csipke hotelban. Thank you.
együtt örülnek önök is velünk a végzős diákjainak, akik nagyon szép eredményeket értek el a tanulmányaik alatt, és most itt vannak egytől eddig mindannyian, amikor nagyon büszkék vagyunk. Köszönjük, hogy eljöttek, hogy megtisztelnek bennünket, és köszöntöm a 12-es ballagó diákokat is. A következő percekben két nagyon kedves öreg diák felajánlásának átadására kerül sor. Olyan diákok fogják ezt kapni, akik diákok ezeket kapni, akik példamutatóak magatartásukban, szorgalmukban, és elsőként szeretném szólítani dr. Borbényi Vita doktornő, aki kérek is legyen szeres várjon ide, és akinek a felajánlást át fogja adni már is, nem más, mint Rozgonyi Máté, 10. D-osztályos tanuló, Máté Fáradi gyerek. Próbálok,
jó hangosan beszélni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a felajánlásokat, tisztelettel, és igazán meghatott, és köszönöm szépen az unokáknak, a diákokra, doktor úrnak, illetve mindenkinek, aki még valamilyen szállal, valamilyen formában ide tartozik, ide kapcsolódik el az iskolához. Jó, úgyhogy mindenkinek szép délután kívánok. Én elköszönök, hogy megyek a Balagyóknak. Viszont látásra. Szilágyúva tanár, 2014-ben mentem el végleg, de ilyen meghívást és ilyen szeretetet, hogy egy hónapon keresztül kerestetek engem, hogy biztosan itt legyek, hálás vagyok. Életem legszebb és talán a legjobb választása volt, hogy pedagógus lehettem. Ennyi csillogó szemet, mosolygót, szorongó szemet, fizikai azt hiszem, ti is éreztétek azt, hogy az volt a vezérelvem, hogy az is ember, aki a matematika, fizikát nem szereti, vagy nem tudja. Lehet, hogy nem mindig sikerült megvalósítanom, hogy úgy nyúljak a lelketekhez, hogy fölébresszem benne a természettudományok iránti tiszteletet és a rajongást. De ott volt háttérben a család, a szüleimnek, ott volt a tanári kar, és ott volt az osztály. És ha van köztetek pedagógus, akkor az biztosan tudja, hogy milyen összetartó erő egy osztályközösség. Pótolhatatlan. Családot is pótol. Nagyon szeretnék egyénenként is hallani rólatok, hogy mi volt a nehézség, mi volt az öröm, mi volt a buktató, de erre az idő nagyon kevés. Engem a Jóisten megáldott ennyi évvel, amennyi vagyok, 92-ben vagyok, de ilyen. A szüleim génye, Jóisten, és valahogy így adódott. Hosszú volna elmondani, hogy kerültem pedagógus pályára, de minden lényeges döntésnél, eseménynél ott volt háttérben egy tanító, egy tanár, csak annyit, hogy 6. elemi után a tanyára kijött a városból a tanító bácsi, és mondta a szüleimnek, hogy ezt a lányt érdemes tovább tanítatni. Kijött a tanyára.
és neki köszönhetem, hogy gimnáziumba kerültem, és így tovább folytathatnám tovább. Már leírtam, mert a lányaim biztattak, hogy jegyezzem föl ezeket az eseményeket. De hogy pedagógusnak menni, így nyugdíjas korban is hihetetlen élmény, mert annyi csillogó szemmel találkozhatok, láttatlanban vagy láttatlanul is segítenek. Kapok egy-egy folyóiratot, szívújságot vagy bármi más, és hálás vagyok ezért, hogy ilyenkor gondolok. És adjátok tovább saját gyerekeiteknek a tanárok iránti tiszteletet. Ma különleges világban, ebben nem akarok belefolyni, kicsit kétségbe vagyok. Esmer, a pozitív értelemben. Hányszor elmehettünk volna ülő sztrájkra a pedagógus fizetésnél annól? Jó, nem mehetek. Próbáljátok a gyerekeiteket, unokáitokat, mert gondolom, hogy most már ott tartunk. Úgy nevelni, hogy fölnézzenek azokra, akikre a szülők vagy nagyszülők rábíznak a saját gyerekeinket, és nagyon nézitek meg, hogy hova küldik ezeket a gyerekeket, kikhez. Röviden ennyit vagyok. Itt már említettem, hogy minden nap szellemben gyűjtöm az örömcsöppeket. Bármi lehet az. Ha reggel fölébredek, a lábra tudok állni, a világ legboldogabb embere vagyok. Már is beleraktam a láthatatlan csomójóba örömcsöppeket. Aztán jön további más egyéb. És nem esek kétségbe, boldog vagyok minden nap. Valamit tudok ténykedni. Talán nem tartozik ide. Van egy kis kert, ha hiszitek, hanem. Kapálgatok, gyomrálok. Anyu, most nem fáj a derekad? Mondják a lányok. Én sem veszem, hogy robognak a 53-as úton a nagy teherautók. Úgy ki tudok kapcsolni. Nagyon szép visszagondolni a gyerekeim életvitelére. 8 unokámra, 7 dédunokám, van a 8-at, ha megérem talán a születésnapomon a nyáron. Akkor fogjuk majd köszönteni a 8. évunknál. Küzdelem mindig mindenütt van. Ha van társ, akkor könnyebb elviselni, de ha van háttérben jó család, akkor egy biztos. És ha van valakinek valamilyen elve, hite, ami szerint éli az életét, akkor meg még könnyebb. Köszönöm ezt a bizalmat, hogy meghívtatok a ragyogó szemeket, és tudom, hogy hol ült, vagy milyen volt az a fizika óra, Anikó, merre vagy most? Az a bizonyos fizika óra, még ezt elmesélem és elzárom magam, április 1-je, bemegyek a B-osztályra. Mindenki háttal jól a tanároztam. Én meg megpróbáltam volna a geometriai optikával a lencsét képalkotását bemutatni, vagy tanítani. De hát háttal álltak nekem. Nem estem kétségbe, elkezdtem a táblára rajzolni, és nem engedtem, hogy odaforduljanak vissza. Azok hogy szenvedtek, ha ti most visszaemlékeztek arra, hogy én milyen jól kuncsoktam magamba, hogy a hónuk alatt nézték a táblát, hogy meg is rajzolok föl. Na, ez is lehetett, az is lehetett volna, hogy a dühöngök és mindennek levolom a társaságba. Hát így vettük alapot, ilyen események is vannak. És nagyon-nagyon szép volt ez az 52 esztendő. Igazság szerint még volt 6 év. 56-ban végeztem, és a Konfejtertói Állami Gyermek Otthonba kerültem nevelőnek, a főhivatásom nevelőnek. Még annyit, hogy életem legszebb, legnehezebb időszaka volt, nagyon munkás 6 év volt,
állami gondozó gyerekekkel dolgozni. Apuka, anyuka nincs, diszidáltak, vagy szomszédra hagyták a gyereket. És ezekkel együtt dolgozni, és én ennek a 6 évnek a hasznát, mert ezt sehol nem tanították az egyetemen, pedagógiában, nem tanultunk ilyenről, vettem hasznát, amikor közétek kerültem, hogy mögé lássak, hogy miért lustít az a gyerek már, miért van esze és miért nem. Azt mondtam, elzárom magam, sok történetem van. Hát most a világ legboldogabb embere, Klári néni mellett. Klári néni, elnézést. Hogy köztetek lehettem, és költőtök lehettem. Lesz mind gondolkodnom. És köszönöm, hogy vagytok, és hát bízom benne, hogy leszünk még egymásnak. Mindenkinek jó egészséget, és sok örömet kívánok. Köszönöm. Hogy 1964-ben veletek együtt érkeztem meg a gimnáziumba, és tulajdonképpen örök nem és utána megmentem kollégiumba dolgoztam, ezzel a kisfővér és a iskolában Melindával ott dolgoztam, és nagyon sok emberrel, elég vegyes összetétellel. De én azt is szeretem, könyvtáros is voltam, meg többen elvégeztem a könyvtárszakot is, mert a láttanáló nyugdíjba ment, és akkor igazgató, Sallal igazgató mondta, hogy nem lett neked, nem a könyvtárat elvállalni. És vállaltam, mert ez az elvállalni, hogy a békesítésem, és akkor én gyors talpadom. Na, tehát 64-re érkeztem, és akkor kaptam az első üzlet, illetve az egész nyarat végig is írtam, mert ugye már lejelentkeztünk itt a gimnáziumba, és a férjem ugye már megvolt az osztálya, mert ugye a 62-ben végzett, és akkor hát ő bejárt rendesen az is ide a gimnáziumba, és akkor mondom, hogy nézd már meg, hogy osztályfőnök leszek-e. És akkor azt mondja, hogy hát sajnos nem. Akkor Bandi bácsi volt az igazgató, asztalos Bandi bácsi. Na hát én elkezdtem sírni, hogy persze, ők nem bíznak meg benne, meg szóval, hogy így kezdődött az én pályafutásom. De aztán egyszer csak jött a hír, hogy mégiscsak osztályfőnök leszek. És akkor kaptam ezt az igen válogatott, igen összetett társaságot, akikkel aztán nem egészen a 4 éve, mert én közben ugye már az első gyerekemet megszültem, és utána szültem a másodikat, nagyon gyorsan, hogy legyek túl rajta. Mert igazgató nem nagyon szerette, ha a tanárok itt elmennek szülési szabadságra, meg egyébként is, bár akkor nem is volt. És lényegében ezzel indultam, és aztán jöttek sorba az osztályaim. Ez az időszak egyébként akkor a gimnázium életében is nagyon mozgalmas volt, mert akkor ünnepelte a gimnázium a 300. évfordulót, és akkor nagyon, nagyon nagy zűrök voltak, sok vendég, előadások, stb. És akkor az élet az meg itt ment tovább. Ezt követően egy sok osztályom volt, még olyan tanítványom is volt, hogy én ugye 2 évig nem jöttem ide a gimnáziumba, hanem Zsanára jártam ki tanítani. És akkor utána Zsanára jött a következő, 2 osztályokban is még voltak olyan. Na, visszatérjük oda. Voltak nehéz időszakok. De úgy gondolom, hogy az a tantestület, amelyik abban az időszakban
itt a gimnáziumban összejött, megtelepedett, hogy azok mind kiváló szakemberek voltak, a humán és a reál vonatkozásában is, de azt hiszem azt kell mondanom, hogy a reál vonal erősebb volt, mint a humán vonal, mert rengeteg műszaki ember, rengeteg orvos, mindig mondom, hogyha egyszer lesz idő, nem tudom, lesz-e még, hogy összeszámolnám, hogy ez alatt az idő alatt a Halasi gimnáziumból hány orvos van. Nem tudom, de rengeteg, csak akikkel kellének nem kapcsolatni. És úgy gondolom, hogy a későbbiekben is a gimnázium mindig betöltött ezt a hivatását. Még szólnék arról, hogy 2014-ben volt a gimnázium történetének 350. éve, és ebből az alkalomból egy, gondolom néhányra sikerült megvásárolni ezt a könyvet, hanem úgy gondolom, hogy megérnének. Én úgy hívom azóta ezt a könyvet, hogy ugye én akkor már én nyugdíjas voltam, hogy az én Bibliám. Mert valaki eszembe jut, akkor fölvetődöm és megnézem, hogy melyik osztálynak hol tanítottam. Hál' Istennek Margitka több osztályában is tanítottam, és nekem Margitka volt a pedagógiai példaképen. Az a kitartás, az a szívóság, és ahogy tudott a gyerekekért harcolni, bármilyen dolog legyen az. Ez nekem nagyon szimpatikus volt, és ahhoz is úgy érzem, hogy elég jó a kapcsolat közöttünk, még éven ürességekben is. Mindig érdeklődő a volt tanítvány után, mert ugye egyet sikerült nekem is tanítani egy magyar, de nagyon kellemes volt. Tulajdonképpen a gimnázium ugye tudjátok, hogy a századok forduló körül, vagy ezred forduló körül, ugye akkor váltott és az egyház visszakapta. 93. szeptemberi református gimnázium. Igen, 93. Igen. Miklós. Igen. És hát szóval voltak nehézségek, voltak összeütközések, de ezeket is túléltük, és most örülök, hogy itt vagyunk. És most valóban ez az új szellem, ami a fiatal igazgatónak is köszönhető, nagyon szimpatikus, azt hiszem, ti is úgy ítéltétek meg. Ő már itt érettségizett a Fülgimnáziumban, és ide jött vissza igazgatóként. És úgy gondolom, hogy a szervezők is ugyanezt tudják mondani, hogy amikor bejöttek hozzá, szívélyesen fogadta, és tehát bármit kértetek, úgy gondolom, hogy mindenben segített, hát majd már le a falat. Igen. Úgyhogy ez tényleg nagyon pozitívan értékelhetjük. Hát annyit, hogy én meg 80 fölé léptem, és hát a vele járunk vagyunk, vagy együtt, vagy de Margitkát csodálom, ahogy még mindig hozzunk. Én már csak a szobába locsolom a világot. Meg főzöl, nem kevés személyre. Tehát egyedül élek, de nem vagyok magában. Ez nagyon nagy. Igen, és én is itt vagyok, az egyik gyerekem az itt van Haloson, itt dolgozik. Neki két fia van, mind a kettő már végzett, az egyik állatorvos, az idősebbik az állatorvos klinikán dolgozik, a felesége is, és a kisebbik, aki viszont itt érettségizett a gimnáziumban, mert nem volt jó tanuló, ugyanis a disznek mindenféle változatával rendelkezett a gyerek, és hát volt azt, mindenki támogatta. A Patrici latinozott vele, én magam a magyar történelemmel voltam, és mindig megtaláltuk azokat az embereket. Lényeg az,
hogy itt a gimnáziumban ért meg igazán, és utána elvégezte a jogot, és most már készülték, és az édesanyával dolgozik. Hát pedig 8-ban megbízottam az osztályfőnöket. Ez általános. Igen, én azt mondom, hogy tényleg nem volt egy egyszerű gyerek, de szívesen is neki ezt a dolgot végig kellett csinálni, meg mindnyájunknak, a családnak is, mert gondolom, hogy ez azért őt nagyon segített el. Úgyhogy lassan én is majd úgy voltam már, hogy elmegyek vizsgálatot, mert már minden tantárgyat megkérdeztem tőle. És hál' Istennek, hogy végzett, úgyhogy most kezdi a helyét keresgetni. Tehát itt vannak ők, a lányomék, és hát a fiamék, akikkel ugye másodszor elmentem szülni az oltán. Ők pedig, hát sajnos, hogy kitelepettek családostól, mindenestől Németországba, és hát elég ritkán jönnek haza. Ott van egy 21 éves unoka lányom, ő gyógypedagógus szeretne lenni. Lucika most már döntött, hogy gyógypedagógus lesz. És így élünk, ilyenek a mindennapjaink, szervezzük a nyugdíjas pedagógus klubot. Most már, nem is tudom, Brigitte, ezt te tudod, 14 éve múlt, igen, és hát mindenféle programra hajlamos vagyok. Én most megyünk jövő héten kirándulni, hát szóval ilyen az életünk, és minden nap főzök a családnak, mert sajnos a gyerekeim, miután a férjem meghalt, két hónapra rá az oltán, totálisan kijött rajta a cukor, betegség, és fél évre rá pedig a párim. Úgyhogy mind a kettő ezt viseli, ő pszichésen, ezt nem tudtam ezt a dolgot feldolgozni, úgyhogy így vagyunk. És akkor délben találkozunk, és így élünk. És örülök neki, ha bárki eljön hozzám, ha bárki fölkeres. Most már nem a kis telepen lakunk, hanem beköltöztem a Citybe, ide a Sétáló utcába, és bárki, bármikor erre jár, vidékről is nagyon szívesen látom itt a Sétáló utcába lakom. Úgyhogy azt hiszem, én is elég beszéltem. Ha valamit szeretnétek kérdezgetni, akkor már itt látom, ezt kérdezem. És ha hiszitek, ha nem, a találkozós osztályaimnak mindig készített valami ajándékot. Például hát most már őket is osztályaimnak tekintem, az Andrásékat. Mert annyira aranyosak, hogy mindenhova cipelnek engem, mint hogyha én is közéjük diákként tartoznék, tehát ez és például ő nekik egy mézes kalács szívecskét készítettem, kis felirattal. Most nem voltam olyan ügyes, de igyekeztem. Először is engedjétek meg, Segítsek rajta. Köszönöm. Szeretném én is megköszönni a szervezőknek a munkáját, és egy Bodor Miklós grafikát kasíroztattam föl. Nem mertem bekereteztetni, mert mondom, nem tudom, hogy még jöttünk meg, hogy írnak vele. És a másik pedig, amivel szeretnélek megajándékozni benneteket, egy márai idénybelt, hát kis könyvjelzőt csináltam belőle, kis kékfehérrel, mert hogy az színe. Úgyhogy nagyon szépen vették. Köszönöm. Köszönjük szépen.
kereszkedett. Ez a, és hogy hívják, hogy tudod, a kékszamár kenyér, a Modor Jézusnak. És szép grafika. Most már a valakiak tudják, hogy ez a Gödör Miklós festő és grafikus volt. Évekig éltek itt a feleségével Halason, nagyon közkedvelt ember volt, aztán egyszer csak gondoltak egyet, ugye, mint a művészet általában, hogy mostan elköltözünk Dunántúlra, és akkor ott éltek szintén valamennyi időszakot. A Halasiak tartották velük a kapcsolatot, úgyhogy mi elég gyakran mentünk oda, mert gyönyörű helyen laktak a Kámi Arborétum közelében, és csodálatos volt, jó néhányszor ellátogattunk hozzájuk, és a Miklós meghalt, és a Zsófika visszaköltözött Kismunhalasra, és most arra gyógyulnak, most már igen, és korális életben jár a rendezvényeken, úgyhogy most jön velünk kirándulni is Margitka, nem a sorrend szerint, hanem a, ezt neked készítettem. Neked készítettem, és ráírtam azt, hogy így emlékezzél. Ugye ez az osztály 1964-től 68-ig, illetve jelenleg most itt vagyunk 2023-ban. Az A osztálynak sajnos ugye az osztályfőnöke meghalt, a B osztálynak én voltam az osztályfőnöke, és sajnos Horváth János tanár urat is elveszítettük, úgyhogy és ide még írtam meg. Nagyon szépen köszönöm, Párikám. Ne tedd bőröm. Nem akarom Káritól elvenni a szót, én is hadd osztogassak valamit, de az enyém hát olyan reál beállítottságú, matematikus, szűkfejű megoldással. Simon Andrásnak egy sajnos nem eredeti, tudjátok, a grafikusnak a munkája, az ő idézetét szeretném mindannyiótoknak. Úgyhogy te is vissza. Yes.
koronnál fogva elégedett a magas diplomáit. Albert Schweitzertől egy Hát a Bátai, a Francis, a Közreműködtem tegnap egy nagyon lélekemelő dologban. Meglepetés lesz nekünk, kedves osztálytársak, nem itt a gimnáziumban, hanem majd a Csipke Hotelben. Anikónak és Dollinak a kiállítása. Nagyon-nagyon szép bizonyíték arra, hogy még ebben a sok-sok éves nyugdíjas korunkban is, vagy ki nyugdíjas, ki nem, lehet újba kezdeni, és nagyon szépen elfoglalni magunkat a nyugdíjas életben. Esetleg egész más dologban, mint amit eddig csináltatok, kicsit kiegészítésképpen, de a család, a kisebb és a nagyobb közösséget nagy örömére, úgyhogy fogadjátok szeretettel Anikó és Dolly képeit, majd látni fogjátok a Csipke Hotelban. Most volt emlék!
Hát ha visszagondolunk, gyertek, Most azoktól fogunk megemlékezni, akik már nem lehetnek között. Arra kérlek benneteket, hogy egy percre figyelmelással adózzunk tanáraink és évfolyam társaink emlékének. Sallai Sándor, Racs Margit, Lil Anna, Jakab Lajos, Lipcs Jánosné, Jeremiás Béla, Dr. Láng Mátyás, Szilágyi Ferenc, Bacsó Benő, Dr. Szabó Miklós, Karsai Sándor, Karsai Sándorné, Horváth István, Molnár László, Dr. Ádám Gyuláné és Horváth János. A volt osztálytársak közül pedig Mészáros Margit, Gyöcsök Katalin, Kisbor Bála, Paprika Benő, Szollár Teréz, Fehér János, Mezes Ildikó, Kovács Katalin, Faludi Erzsébet, Súlyok József, Fülöp József, Krausz Éva, Práca Zoltán, Korpa Rózsa, Halász Géza, Piko Ildikó, Szegedi Julianna, Lengyel István, Péter Ágnes, Mamlec László, Krémer Klaudi, Vasari Margit és Radics Margit. Thank you.
Kémia órák vannak, és nagyon szépen összedolgoznak a környező iskolákat. Az óvodától kezdve egészen jelentkezni kívánok érdeklődő gyerekeket, és nagyon szépen az órákat. Van ilyen kis kutatók éjszakája egyébként, amit a Gablik T. Anita csinál a két kolléganőjével, és nagyon népszerűen. Te is szoktál jönni, hogy szerintem meghívására nem? Igen, én csak olyan életi, emlékszem, szemelni, és akkor... Sok majd meghívnak most a legnagyobb, azért az önzanitáig kapcsolatban. Nekem elárultad, hogy mi voltunk a kedvenc osztályod. Nekünk pedig te voltál a tanár, csupanajt a tudod. Nyugodj békében, hálás szeretettel előtt. Otthon, hanem itt is félig itthon vagyok, mert itt is dolgoztam jó sokáig, sőt, még be is dolgozom a mai napig. Vegyétek úgy, hogy majd én itt kalauzollak bennőtöket, Laci helyett, szerintem Laci is itt van valahol, az igazgató úr. Bárkinek bármire szüksége van, akkor szóljatok, és nagyon szívesen tájékoztatunk bennünket. Zsáruláról is, meg egyébként. Akkor most egy kicsit csönd van, és megragadom az alkalmat, hogy akkor az Anikónak is megköszönjük, meggratuláljunk, és akkor majd eldönti, hogy hol vagyunk. Anikó, ott van mögötted.
Anikót nem, hát éppen. Várj, nagyon-nagyon köszönöm. Ezzel kicsit elveszi az önbizalmat, mert látom, hogy jobban kéne tudni rajzolni. Nagyon-nagyon köszönöm. És bocsánat, még egy picike, ha megengeditek, erről én nem akartam a gimnáziumban közbeszólni, de én azt gondolom, hogy amilyen sokan lettünk pedagógusok ebből a csapattól, ez igenis a nagyon aranyos és nagyon kedves osztályfőnökünknek, Margit néninek és a tiszteletre méltó tanárainknak is köszönhető, és én legalább olyan szeretettel szívvel emlékszem vissza a gimnáziumi évekre, mint ahogy hallottuk is a kedves tanárainktól. Valamennyi, szóval Klári, azért egy pedagógus mindig megadja az embernek, hogy az életcélt, a példaképet, és mint halálig tanít. Mert ma is tanítottál, te is, és Margit is. Úgyhogy adja Isten sokáig tanítassatok még minket. Patriról sokat kérdeztetek sokan, ő köszöni a meghívásotokat. A Patrinak nagyon fáj a lába, műtét előtt áll, és nem merte fölvállalni, nem tud menni. Nem, meg ülni sem. Ülni sem, menni sem, amikor az egyik protézis már szerintem kopik, a másik meg még nincs megműtve. Úgyhogy milliószor ölel mindenki, és nagyon aranyos a Patri még mindig, hál' Istennek. Úgyhogy adja Isten, hogy sokáig éljenek ezek a drága tanárok. Igen. És akkor egészségükre valamit. Köszönöm, hogy
Mondta, hogy ő nem is fizette ezt, mert ő neki nem tudja. De hát ebben az Thank you.